into the great wide open, craving for infinity. Hearts are set afire, love's our one true desire. Here we rally in the open, shooting stars with... Először kezdjünk egy kis könnyű omlettel. Mivel, Gergő? Tókagombás, nidlinges, omlett. Mivel, hogy éhesek vagyunk. Összegyúrjuk a csevapot, az eredeti szerb csevapot, szerb barátaikra való tekintettel, akiket ezúton is üdvözlök. Zdravo! A kárpáti fogas egy igen remek fogás. Csoki, egy kis tojás, akkor legfeljebb egy kis szuflét összeütünk. Ő fogja készíteni a csevapot, amit ugye be kell keverni ahhoz, hogy egy picit összeálljon. Addig én összeútam a gombás omlettet. Akkor erre ígyunk. De hát ezt nyilván szomjan nem lehet megtenni, úgyhogy egészségetekre, örülünk, hogy itt vagyunk Vácon. A hivátőn. Örülök, hogy vendégül látok. Egy gombás tojás, és egy adagban megcsinálom, és szépen nem megesszük, mint Stáriu csinál az undorító kameraman bele. Ezért a... Nem, kiszedjük tányérba, és nem egymás nyálát bele csorgatjuk a vezébe. Bőzsíron. Bőzsíron, hagymával. Van zsírunk. Hagymával. Tudod, zsír van még. A disznóvágáson zsír? Abszolút. Vágj fel egyet, fokhagymát. Megfogalom. Vegyél valami szerpenyőt, öcsi. Eredeti csevap, legalábbis amire én azt hiszem, hogy eredeti. Két haladrész sertész és bárány, egy haladrész marha. Ezt összekeverjük sóval, borssal, egy csipetnyi szódabikarbonával, egy kis vízzel és egy kis olajjal. Ami új olajjal jobb is lesz. Ennek fogunk most nekiállni. Köszönöm szépen! Atikám, benne van a só, bors, fokhagyma. Keverjük össze. Rendben. Ahogy bent durantunk a grillbe, most ez így érik. Igen, meddig érik? Hát egy-két órát. Nekem a gombás omletnek egy kis hagymát vágunk alá, mert úgy jobb lesz az íze mindennek. Kétféle gombát használunk, a rókagomba. Shiitakéval dúsítjuk. Mi kell főleg a látodához? Azt hiszem, hogy tojás, úgyhogy törjünk össze 10 tojás. Megyünk a fantasztikus fonyit, és akkor most elindulunk a fantasztikus fűszerkertbe, ahol snidlinget fogunk vágni. Eprek között megbújik a snidling. Hagymát először megfuttatjuk ezen a finom disznózsíron, és csak utána dobjuk bele a fokhagymát, mivel ugye az egy picit érzékenyebb, tehát nem szeretném, hogyha megégne. Így ugye a vörös hagyma nedvességétől megóvva vélelmezhetően nem fog megégni. Ugye Attilának van egy ilyen kis konyhakertje, gyorsan összegumiztam és rádobtam két ilyen metrós tálcára, hogy úgy tűnjön, mintha a metróból vásároltuk volna, természetesen nem. Na, de mondjad el, mit érzel? Érzed a fokhagymát? Elsősorban hagyma és fokhagyma illatot érzek. Rókagombának a aromáját érzed? Megmondom őszintén, a rókagomba aromáját nem érzem, de a petrezselyemét viszont annál inkább. A rókagomba aromáját azért nem érzed, mert amatőr vagy, és nem tudod megkülönböztetni. És nem annyira kifinomult a szaglásom. Így van. Így áll egyet. Ez így van. De hogyha iszom egyet, hát ez megváltozik ez a dolog. Jó étvágyat kívánok hozzá! Kihomályos csinálni!
kertben nem csak fűszernövények, hanem hasznos zöldséget is teremnek. Akkor most kimegyünk, és leszületeljük a fantasztikus zöldséget. Szerintem ezek már kellőképpen megértek. Padlizsán, cukkini, főzőhagyma. Főzőhagyma! Csinká, szicsi, gyacu, hajti, mit van, hogy szó? A grillezésnél Gergő és Vili mellett Kitti lett a segítségemre. Kitti, megyünk főzni? Igen, megyünk. Amerikából a grill, mert a magyar grill az annyira jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a só és a bors szórót. Zolinak is, Istinek. Fantasztikus. Azóta csak ezt használom. Olyan, mint egy heregolyó pár. Na, menjünk, pont, gyere! Pont az a, tehát a mesdje, tehát hogy nem túl intelligent, mert elég proli az, hogy ilyen mesdje. Kitti! Kitti!